skóciai Glasgow-ban található egy templom, mely a Highland Cathedral nevet viseli. Highlandnek hívják angolul a skót felföld néven ismert történelmi vidéket Skóciában. Ugyancsak Highland Cathedral az elnevezése egy népszerű, skót dudára írt dallamnak is. Ezt a dallamot Ulrich Röver és Michael Korb komponálta 1982-ben egy német országban szervezett Highland Games, azaz skót felföldi játékok alkalmából. Számos helyen játsszák, himnusszerű szerepet tölt be sok helyütt, de népszerű esküvői dal is. Ezek a Highland játékok tavasszal, illetve nyáron kerülnek megrendezésre általában Skóciában, de számos alkalommal fordult már elő, hogy más országokban is felbukkant az esemény, mint például Németországban, de például Magyarországon Cseszneken is rendeznek skót felföldi játékokat. Jellegzetes feladatait biztos sokan ismerik a televízió képernyői elől, az erőjátékok, amikor egy hosszú fát próbálnak a keskenyebbik felénél fogva tartani, illetve súlydobálás, ilyesmi, és minden ilyen játék együtt jár zenével és táncos rendezvényekkel is. A mai este másik különleges vendége Kéri György. Magáról mondja, hogy ő az első és sokáig egyetlen magyar skótdudás. Számtalan hazai és külföldi előadóval lépett már színpadra több mint 750 alkalommal. Megadatott neki, hogy a 300 év után újra szabad skót parlament elnökének játszhatott. Meggyőződése szerint dudásnak születni kell. Aki egyszer elkezdi, az egész életén át ezt fogja csinálni. Egyik könyvében, a Dudás legendája című regényben így vall erről. Apám, édesapám, milyen érzés dudálni, milyen dolog tudni, hogy a híradás órák múlva akár emberek százait öltheti fegyverbe vagy gyászba. Visszafordul az öreg, eltekint a ködös hegyek fölött, szemében furcsa fény csillan. Felemelő érzés. Dudálni olyan, mint az Úrral beszélgetni. A duda kapcsolat az Isten felé. Mikor játszok, úgy érzem, hogy egy kürtőben állok, s fölülem a Szentlélek tekint le rám. Hogmané ünnepén, ha megérinted a dudás kiltjét, és hangosan kimondod reát figyelő barátaidnak, szeretteidnek, amit kívánsz, akkor az teljesül. Mert ezen a kürtön keresztül te is beszédbe elegyedhettél az Úrral. Apám, édesapám, nem szokott kívánni ilyenkor valamit? Minek? Hiszen én dudás lehettem. Hallgassuk meg a Highland Cathedral Kéri György előadásában. Közreműködik Sopronváros fúvós zenekarra. Vezényel Ferenci Balázs.
Köszi. Egy másik nótát is saját vastapsomba belepofázom. Köszönöm szépen, a skódudást nem szokott meghajolni csak a királynak, illetve a saját urának. Ennek egyszerű oka van egyébként, nagyon hamar bele lehet gubancolódni a cuccba, és iszonyúan nagyot lehet esni. Tehát ez ki van ezt találva, egy évben kétszer szoktunk meghajolni, én integetni szoktam, úgyhogy viseljétek el, hogy nem hajoltam meg nektek. Köszönöm szépen a tapsot. Másik nóta következik, az Amazing Grace. Akartak róla? Nem, akkor én mondom. Az Amazing Grace az egy olyan dal, ami skót középkori ének, skót középkori dal, aztán kikerült Amerikába, és ott a rabszolgák, az afroamerikai rabszolgák kezdték énekelni, és olyan lelkesen énekelték, hogy azt hitték, hogy ez az ő daluk Afrikából. És annyira lelkesülten énekelték ezt, hogy a soul zene, illetve a gospel is ebből alakult végül is később ki. Tehát az egyik alapdal a gospelnek és a soulnak, az Amazing Grace, visszakerült Skóciába, és most már ott nem a takra lejátszott dal lett belőle, hanem ott is soul zeneszerűen adják elő. Úgyhogy ilyenkor a zenekarra nézek, hogy akkor kapcsoljunk bele, vagy húzzuk egymást, vonjuk egymást, mert a szózenét nagy zenekarral igen nehéz lejátszani. Belemegyünk, tehát Amazing Grace. Thank you.
Az a szerencsétek, hogy időnként levegőt is kell vennem. Köszönöm. Amikor jöttetek befelé, mindenki kapott egy dalszöveget. Ez egy nagyon híres dalszöveg. Minden magyar ismeri a dallamát, minden magyar ismeri a, úgy, ahogy a szövegét. Ah, nem tudom, mennyire lehet látni. Lényeg az, hogy ezt a magyarok, mint ballagó dal ismerik. Ballagó dalként ismerik, Kék Duna, nem Kék Duna, Gyertyafénykeringő, bocsánat, Gyertyafénykeringő néven. De ez skót dal. Eredendően skót, karácsonyi dal. A Skóciában karácsony és a szilveszter az úgy egybe csúszott, és az Hagmeninek hívják. Ennek az a lényeg, hogy nagyon be lehet rúgni közbe. Már előtte is, meg mögötte is, az a lényeg az egész, hogy tipikusan Hagmeni dal az Auld Lang Syne, amit most énekelni fogunk. Ne hagyjátok ki, tehát senki ne hagyja ki azért, mert bénán énekel, mert nagyon magas, meg nem tudja elő. Próbáljátok meg, a következő 400 évben nem biztos, hogy lesz rá alkalmatok, hogy elénekeljétek az eredeti módon skót dudával. Tehát nyugodtan énekeljetek, dörmögjetek, cincogjatok, ne hagyjátok ki eredeti módon skót dudával az Auld Lang Syne. Boldogságot! Viszlátásra szervezünk!